Sziasztok! Ígértem, hogy megmutatom a propeller profilú keverőlapátot közel teli üst esetén is. Ez egy vegyes gyümölcs, van ebben tényleg minden, a barac, szőlő, szilva, ami maradt, és majdnem tele az üst. 100 fordulat per perces sebességgel hajtom a keverőt, és látható, hogy gyönyörűen jön fel alulról a megkevert anyag, másik oldalon megy le, és teljes keresztmetszetében átkeveredik, szépen megmozgatja az egész cefrét ez a fajta keverőlapát. Úgyhogy továbbra is csak azt tudom mondani, hogy kár másba gondolkodni a propeller kialakításnál, házi körülmények között nem igen találni jobbat. Ami itt látható, az a törköly, nem túl sok lével, sőt, ráadásul egész fürtösen erjesztett szőlőről van szó, tehát a szőlő szára is benne van, az egy elég nehéz tétel. Mindjárt megnézhetitek, hogy a 3/4 feltöltött üstöt vajon hogyan tudja megkeverni 100-as fordulaton a propeller profilú keverőlapát. Látható, hogy ezt is viszi, illetve az is látszik, hogy milyen gyorsan megáll a forgása a cefrének, nagyon sűrű, nagyon sok a száraz anyag benne, de gyakorlatilag ezzel is elboldogul a motor és ez a fajta keverőlapát, tehát gyakorlatilag a törköly sem okoz neki problémát.